Ma már az egész ország tudja, hogy az Orbán rendszerben nem a gyerekeket védik a pedofiloktól, hanem a pedofilokat védik meg a törvényektől és a felelősségre vonástól. És ez nem azért van, mert a gyermekvédelmi törvény rossz, ez a törvény bárhol azt írná, hogy a pedofilokat ki kell tüntetni, a segítőiknek pedig kegyelmet kell adni. Ennek sokkal inkább az az oka, hogy Orbán Viktor és a hozzá közel állók azt gondolják, hogy nekik mindent szabad, ők a törvények felett állnak. Az orbáni pedofil hálózatot ezért csak az Orbán rendszer leváltásával lehet megállítani. De ezen túl természetesen alaposan át kell majd alakítani a gyermekvédelmi rendszert is, ez már a Dobrev Klára vezette szociáldemokrata kormány feladata lesz. De addig is fontos, hogy segítsünk és hogy elmondjuk, hogy mit tennénk másképp. Ezért a Demokratikus Koalíció benyújtotta a parlamentnek az Árnyék kormány gyermekvédelmi költségvetési módosító javaslatát. Ez alapján az Orbán utáni gyermekvédelmi rendszer a Rogán Antal propagandaminisztériumára költött milliárdokból fogjuk finanszírozni. Ebben a csomagban összesen 500 milliárd forintot fordítunk gyermekvédelemre, ez három tételből áll össze. Az első, a gyermekvédelmi alap létrehozása 100 milliárd forint összegben, amelyben beletartozik a gyermekvédelmi és gyermekjóléti rendszer átalakítása, az itt dolgozók bérének megemelése 44 milliárd forintért, a szakellátások és a pénzbeli támogatások növelése, a bentlakásos gyermekvédelmi intézmények támogatása, illetve az intézményből kikerülők életkezdési támogatásának megnövelése. Szintén része ennek a hátrányos helyzetű gyermekek iskolába járásának és iskoláztatásának támogatása, és a nevelői-szülői hálózat megerősítése is. Ezen kívül szükség van a biztos kezdett gyermekházak és a gyermekvédelmi lakásalap feltöltésére, és további 9 milliárd forintot szeretnénk fordítani felvilágosításra, képzésre, megelőzésre, jogvédelemre, hogy a gyermekvédelem az egész társadalom ügye legyen. Fontos feladata van az önkormányzatoknak is a gyermekvédelemben. Ezért további 100 milliárd forintot fordítunk az önkormányzatok gyermekvédelmi feladatainak támogatására, a védőnői szolgáltatásnak az önkatokhoz való visszahelyezésére, és arra, hogy az önkormányzatok jobban el tudják látni ezeket a feladatokat. A harmadik tétel pedig a családi pótlék összegének duplájára emelése 300 milliárd forint értékben. És hogy honnan vennénk el a pénzt? Rogán Antal minisztériumától, mert a propaganda, a gyűlöletkeltés és a rogáni óriás plakátok eddig sem védték meg a gyermekeket, és ezután sem fogjuk. Ezért fogjuk a Rogánnál lévő 600 milliárd forint jelentős többletét gyermekvédelemre költeni. De mint, ahogy ezt az előbb is elmondtam, mindez kevés. Az orbáni pedofil hálózatot csak az Orbán rendszer leváltásával lehet megállítani. Erre készülünk.